És most akkor telefonon keresztül fogunk beszélgetni Metál Zoltánnal, az Országos Taxi Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! És a hír, aminek kapcsán megkerestük, az a Világgazdaságban jelent meg tegnap, miszerint a vizsgálatok kétharmadában jogsértést találnak még mindig a taxiknál a fővárosban, és hogy régiek a problémák, például, hogy visszapörgetik a taxiórát, nincsen nyugta vagy számlaadás, de olyan hiányosságok is felmerülnek, hogy nincsen bankterminál, tehát nem lehet kártyával fizetni az autókban. Ezt azért nyilván önök nem a Világgazdaságból tudták meg, ugye? Nem, sőt, kicsit árnyaltabb a kép, ugyanis óriási ez a kétharmados szám, ami megjelent jogsértés tekintetében, viszont mi kértük és mi jeleztük a BKK-nak, tehát a mi alatt a kamarát, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, tehát a nagyobb érdekképviseleteket a FUVOSZ-t és az OTS-t értem. Mi kértük, hogy ezeket a területeket fókuszálják az ellenőrzéseket a BKK ellenőrei. Ennek az eredménye látható abban az elmúlt negyedéves statisztikában, amit már a szakma két héttel ezelőtt egy prezentáció keretében meg is ismerhetett, tulajdonképpen miről van szó. Ugyanazokat a problémákat tárta fel a BKK, amit jelenleg a szakma is már ismer és tud és lát. Egyetlen egy megoldás létezik, hogy a közlekedési hatóság, aki a tevékenység engedélynek a kibocsátója, ellenőrzője és annak az engedélynek a visszavonója, illetve különböző hatósági szankcióknak a kiszabására hivatott, tulajdonképpen el kéne kezdeni ezt a tevékenységet ellátni. De akkor miért nem látják el, vagy eddig miért nem látták el, hogyha ezek visszatérő problémák? Nézze, ez minden évben négyszer-ötször, amikor nagyobb probléma van taxiszolgáltatással és a turistákat átverik, akkor mindig feltűnőre kerül. Úgy látszik, a média is gyenge ahhoz, hogy ezeket a problémákat feszegesse és eredményt érjen el. Igyekszünk erősíteni akkor. Igen, azért ez nem a mi hibánk, hogy a taxisok csalnak. Nem mondom, önök teszik a dolgukat, a média teszi a dolgát, a szakma teszi a dolgát, a szakmának hatósági jogköre nincsen, sem a BKK-nak. A BKK az ellenőrzéseket jegyzőkönyv alapján elkészíti és továbbítja a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság pedig valami ok folytán úgy gondolja, hogy vagy megbocsájt, vagy jogszabályi kibúvókat keres, vagy bármi egyéb olyan dologban teszi a dolgát, ami eredmény végül is eredménytelen ebben a kérdésben. Hát ez szerint önök is szeretnék megtisztítani a soraikat, ha jól értem. A különböző világversenyek, a fesztiválok jönnek Budapestre és Magyarországra. Milyen óriási pénzeket költünk el közösen reklámra, hogy az ország imidzsét építsük, akkor van 1-200 ember, akik rendszeresen az utóbbi 25 évben ugyanazt a tevékenységet csinálják, mint eddig, hogy átverik a külföldieket, és a rossz hírét keltik az egész szakmának és a fővárosnak, illetve az országnak. Akkor ezek szerint tehát önök is szeretnék megtisztítani a soraikat, és itt akkor, ahogy mondta, néhány száz rendszeresen visszaérésekből élő, vagy így dolgozó taxisról van szó? Tehát önök ezt hivatalosan maguk részéről is elutasítják, ezt a fajta magatartást? Hát természetesen nézve, Budapesten 5300 taxinak van engedélye, és körülbelül egy olyan 5-600 olyan autó van, akiknek vagy engedélye nincsen, vagy valakinek az autóját bérlik, sok esetben jogosítványa sincsen, sok esetben bűnözői körök vezetik ezeket az autókat. Ezt sem mi mondjuk, ezt is a média feltárta az elmúlt hetekben, hónapokban, nem egyszer, nem kétszer. Na, akkor csak csinálunk valamit, ezt nem halljuk. A fővárosban, amikor a rendőrök üldözték a kábítószer-dílereket, tehát azért én azt gondolom, hogy a probléma nem csak akut, hanem tényleg megoldásra vár. Ezt a Gordiuszi csomót, ezt a problémát a közlekedési hatóságnak kell megoldani. Elnök úr, csak nagyon röviden, tegnap elterjedt az Index révén a sajtóban, hogy itt a nagy monszun esőzés során egy taxis nem vett föl egy édesanyját a kisgyerekével, mert hogy vizesek lettek. Egyébként a taxis hibájából, mert hogy ő nem talált oda, és ezért a anyukának a gyerekével kellett odébb menni ebben a hatalmas esőben. Ez nyilván nem egy hatósági kérdés, viszont morális. Ez ilyen esetekkel mit tudnak kezdeni?
Nézze, nem ismerem a részleteket, de hogyha abból a két mondatból indul ki, amit most összefoglalt, akkor ez az anyuka valószínűleg, hogy valamelyik társaságtól, fuval szervezőtől megrendelte ezt az autót. Na most én azt gondolom, hogy ott kellene kopogtatni, ott kellene megkérdezni, hogy hogyan tovább. Normális esetben a taxis nem azért jön ki az utcára dolgozni, akár szakadó esőbe, hogy nézze az utasokat, ahogy áznak, hanem azért, hogy beszállítsa őket, elvigye, elszállítsa és pénzt keressen, mit pedig jelenében. Tehát én azt gondolom, hogy itt valami emberi mulasztás és emberi tényező van. Annál a fuvalszervezőnél kellene kopogtatni, megkérdezni, hogy hogyan tovább. Biztos, hogy megfelelő válaszokat tudnak erre adni, illetve én azt gondolom, hogy nem egy normális eljárás, ahogy a kollégánk ebben a tekintetben tevékenykedett, biztos, hogy valamilyen módon elnézést fognak ezért kérni. Ezt örömmel halljuk, hogy ezt ön is elutasítja, ezt a fajta magatartást. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk. Viszont hallásra.